Sziasztok, Dezső Bence vagyok, és elkezdtünk a legújabb videómhoz. Így a napokban gondolkodtam, hogy milyen olyan videó sorozataim per videóim voltak a múltban, ami egy picit a nézőimhez kötött, hogy javítsa egy kicsit a kapcsolatot, mert az utóbbi időben egyébként elgondolkodtam azon is, hogy mostanában nem feltétlen van meg ez a kapcsolata a nézőkkel szemben, így. Eltávolodtunk, ez az igazság. Úgyhogy találkozók is lesznek a közeljövőben, azt hiszem 23-án és 24-én lesz Oxos találkozó, de ezt majd be fogom jelenteni, nem tudom még pontosan, hogy hol és mikor. De hogy ugye nekem voltak ilyen videósorozataim, mint a Dezső Bence mémek, amikor mémeket küldtetek rólam, reagáltam rá, vagy a Ti vagytok a videósok című sorozatom, amikor feltettem nektek egy kérdést, ti válaszoltatok erre, én pedig ezt összevágtam videó formájába, és csak belőletek állt a videó, stb. Cuccokat küldtetek nekem, ugye volt ilyen postás pet videósorozatom is. Ennek nem ez volt a címe, mindegy. És most elérkeztünk arra a pontra, hogy egy újabb ilyen sorozatot nyissak. Minden egyes videóban egy ilyen kis fanfiction szeretnék nektek felolvasni, aki nem tudna, miről van szó. Vannak olyan nézők, akiknek nem elég az, hogy minden nap látnak és el is viselnek engem, ami egyébként nagyon furcsa, és tisztelet ezért. Van, aki éveken keresztül elviselt és nézte a videóimat. Hanem van olyan néző, azt képzeld el, aki konkrétan fanfictionöket, azaz kitalált történeteket talál ki rólam, és ezt egy ilyen kis blogba önti, tehát ír egy konkrét történetet rólam, hogy hogyan ismert meg, vagy hogy egy űrlény vagyok, és nem tudom mi, mondjuk nem lesz feltétlen, így van. Mindegy, és kitalálnak ilyen történeteket, és minden ilyen fanfictionos videóban egy darab történetet fogok felolvasni, és reagálok is rá. Remélem tetszeni fog nektek ez a videó sorozat, hogyha tetszeni fog, így a videó végén nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel, még nem vagytok. Még mielőtt belekezdenénk, remélem, hogy szavazhatok rám a Playboy az év férfi nevezetű verseny, ugye a Playboynak van egy ilyen versenye, és én is jelölt lettem, lehet rám szavazni. Minden egyes nap lehet szavazni, ott lesz a link a leírásban. 5 másodperc az egész, és megköszönöm, ha rám szavazol. Look at this dude. Wait till you see the no. Na de lássuk a mai fanfictionünket. A legelsőt beírtam a Google-be, Dezső Bence fanfiction, illetve hogyha majd szeretnétek ilyeneket írni és benne lenni majd a sorozatban, akkor ugyanúgy azt szerintem meg fogom találni. Rámegyek a legelsőre. Oké, talán ez figyelj, olyan profi, hogy rámentem a weboldalra, és itt van ilyen, van konkrétan ilyen borító az egésznek, ott a kis könyv, ami egy hegyet ábrázol, és Dezső Bence fanfiction by Petra Berkes 0311. Én meg Dezső Bence 2142 a négyzetem. Youtuber, erdélyes, ráadásul hihetetlenül cuki, hogy ki ő. Dezső Bence, akiről kiderül, hogy a szembe szomszédom, emiatt fenekestű felforul az életem, hogy megbántam-e, dehogy is. Ez a bevezetője a dolognak, és akkor itt kezdjük el olvasni, hogy mi is történt ebben a kitalált történetben. Jaj, kérlek, ne halljak meg, na lássuk. Sziasztok, Anna vagyok, 16 éves, és Debrecenben lakom. Igazi 21. századi gyerek vagyok, magyarul egész nap a teromat bújom, imádok YouTube videókat nézni. Egy csomó magyar videós nézek, mint például Dezső Bence, 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 Dezső Bence. És még sorolhatnám, Dezső Bence. Illetve ott van a kedvencem, Dezső Bence. Egész nap tudnám videóit nézni. Egyébként vannak olyan nézőim, akikkel találkozok így a való életben, és rádöbbennek, hogy én létezem, és azok azt mondják nekem nagyon sokan, hogy csátes, minden videót láttam. Én még így csátes, rengeteg szabad időt van, mert van majd 400 videóm. Nem vagyok egy kimagasló szépség, viszont kék szemem van, amit imádok. Egyébként nekem is a kék szem és a szőke haj az esetem, mindegy. Középhosszúságú hajam van, amit eredetileg barna, de már pár hónapja meríroztattam bele szőke csíkokat. Pár napja az életem mondhatni gyökerestől megváltozott, szüleim bejelentették, hogy Erdélybe költözünk, ráadásul ugyanabba a városba, ahol Bence lakik. Már alig várom, hogy elinduljunk, persze azért hiányozni fog Debrecen, a barátaim, a rokonaim, illetve tök jó gimibe jártam, amit imádtam. Nem vagyok stréber, csak a sulimban nem kell sokat tanulni, de a színvonal viszont magas volt. Anyumék ma próbálják elintézni, hogy maradhassak ebben a suliban, csak levelezős sulivá avanzsáljuk az esetemben. Na megyek is aludni, ugyanis holnap délután 5 körül indulunk Erdélybe. Continue reading the next part. Oh, kijött egy zseniális deberős kép rólam, gyerekek. Első rész. Itt ülök a szobámban, ami tele van dobozokkal, de azokon kívül semmi. Kicsit sajnálom itt hagyni a szobámat, annyira szeretem. Na gyere, Anna, menjünk le. Szóltam a kutyámnak. Anna, itt vagy? Indulhatunk? Tette fel apu a kérdés. Persze, hogyna? Hogyna? Okay. 7 óra múlva. Úristen, most szórakoztok velem? Ez a ház már kívülről egy palota. A házunk fehér volt, eléggé modern, 2 szintes, a második szint körül erkély. Üvegfalú kerítéssel. Hátul a kertben medence pálmafákkal körülvéve. Te hallod, Dominik? Erdélyi lakás, figyelj. 2 szintes, üvegfalú kerítés.
kertben medence pálmafákkal körülvéve, grillsütők, padlók és kávézó asztal a kutyaház mellett. Here comes the money! Here we go! Money talk! Kutyaház, dehogy kutya palota szökőkúttal, hallod? Önadagoló etetővel. Sövénykerítés a ház körül és gyönyörű virágok a kertben. Örülök, hogy tetszik, válaszolták egyszer a szüleim. Bejebb sietünk a ház belsejében, a konyha gyönyörű volt, igazi amerikai konyha, középen a tűzhely. Az egész ház a szürke, fekete és fehér színekben épült. A nappaliban hatalmas tévés gyönyörű szürke kanapé és fotelek, olvasósarok, könyves polcokkal körülvéve. Uram, atyám, mi volt azon a polcon? A HP diszdobózos különkiadása. Ja, Harry Potter! Közben picit ugrok, hogy ne legyen nagyon hosszú a videó. Bementem a szobámba és bekapcsoltam az iPad-em. Rögtön az Instával kezdtem, megnéztem barátnőim képét, majd áttértem szokásos körutamra, a youtuber képeinek nézegetésére. Persze Bencével kezdtem, láttam, hogy 2 órája töltött fel egy képet, rá is kattintottam, hátrált a kamerának, és egy utcán sétált egy ház felé. Igen, de azon a képen a mi házunk is rajta volt, mégpedig szemben azzal, ahová ő bement. Kicsit elszomorodtam, hogy pár órá itt járt, és már azonnal el is mehetett. Azonban megnéztem, mit is írt a kép alá. Ez állt ott, home sweet home. Nem hiszem el, kiabáltam barátomnak a telefonba, Dezső Bence a szembeszomszédom. Istenem, ez nagyon jó. Ja jó, és akkor itt van, lehet nyomni, hogy folytassa. Aha, és itt írják, hogy folytass, please, mikor ez folytatás, nagyon jó. Jó, jó, tényleg jó. Egyébként tényleg nagyon ügyes vagy, Petra. Nekem ez nagyon tetszett, szerintem folytasd, mert akkor nyilvánvalóan el fogom olvasni. Szóval ennyi lett volna ez a legelső lereagálás, remélem, hogy tetszett nektek. Alapvetően nem arról van szó, miatt félreértés lenne. Nem arról van szó, hogy én itt produkálom magam, vicces próbálok lenni, hanem hogy felolvassam azt, amit ti írtatok. És ez volt az elsőnek a kezdete. Ha valaki írt egy teljes sztorit, akkor az küldje el nekem e-mailbe az alábbi e-mail címre, ami ott lesz a leírásban. Én Dezső Bence voltam, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok! We'll be right back.